Egy lednek az élettartama 10-12 év, ezt követően a gyűjtőedénybe kerül, majd az újrahasznosítóba. Azonban a körforgásos gazdaságban megjelent egy újfajta eljárás, ez pedig az újrafelhasználás. Vagyis az otthonunkban és egyéb helyeken felhasználhatunk olyan fényforrásokat és lámpatesteket, amelyek energiatakarékosak és még működőképesek. Ebben az újrahasználati központban gyűjtik azokat a fényforrásokat, amelyek funkciójukban alkalmasak a használatukra. Abban a helyzetben vagyunk, hogy szeretnénk a körforgásos gazdálkodás felé lépni, és igyekszünk ezeket a termékeket is a körforgásban tartani, de már nem úgy, hogy ezeket frakciózzuk, ledaráljuk, újra kohósítjuk és fémet húzunk, hanem a használható részeket megmenthetjük, akár egy egyszerű javítással, vagy festéssel, hogy ezeket újra használatba tudjuk adni. Az ellenőrzést, a javítást, az újrahasználatba történő előkészítést, ezt szakemberek végzik, és kidolgozás alatt van egy eljárásrend az újrahasználatba adandó világítástechnikai termékek működtetésére, és így gyakorlatilag egy jogi és műszaki ellenőrzésen mennének végbe ezek a termékek, és ezeket újra használatba tudnánk adni azokon a helyeken, ahol ezek még megfelelőek. Az itt található fénycsövek, lámpatestek csak pár évet működtek, energiatakarékosak és újszerűek. De a ledesítés hatására ezeket is már lecserélik, tehát már ettől is van jobb, de olyan felhasználási helyeken, ahol ezek még megállják a helyüket, azok a teljesen jól működtetik. Amennyiben pedig nem tudjuk őket újra használatba adni, akkor ezekből a szerelvénytestek, csavarok, a kampók, a függesztékek, egyéb részek is még újra felhasználhatóvá válnak. Keresünk olyan vállalkozásokat, akik ezekkel a szerelvénytestekkel dolgozni tudnának. Kik vehetik újra használatba? Önkormányzatok, magánemberek, kórházak vagy egyéb intézmények? Teljesen nyitottak vagyunk abban, hogy ezt kinek adjuk át. Még egyelőre nem gondoltunk piaci értékesítésre, hanem ilyen jótékonysági alapon fogjuk ezeket elosztani. Csak annyi költséget fogunk ezekért elkérni, amennyi a raktározásnak és a szállításnak a költsége. Az újrahasználati központban egy évig tárolják a lámpatesteket. Ezt követően, ha nem találnak gazdára, a fénycsöveket a sóskúti telephelyre szállítják, ahol előkészítik az újrahasznosításra. Ez azt jelenti, hogy az újrahasznosított termékekből másodlagos ipari nyersanyagok készülnek. A hosszú egyenes fénycsöveket átmérőre hosszra válogatjuk, és az egyéb gázkísérléses lámpákat pedig külön válogatjuk, mint halogénlámpákat, vagy pedig egyéb gázkísérléses lámpákat, illetve a LED fényforrásokat is külön válogatjuk természetesen, és vannak lámpatest gyűjtések is, és a lámpatest gyűjtéseket is összevárjuk, és egységrakományban küldjük el újra hasznosító telephelyre. Az elhasznált fényforrások a különböző gyűjtőpontokról kerülnek a sóskúti telephelyre. Körülbelül Magyarországon 14 ezer gyűjtőpont van, kisebb gyűjtőedényekkel vannak kiszolgálva legtöbbjük, de nagy gyűjtőedényekből is körülbelül az egyharmaduk a gyűjtőpontoknak található a gyűjtőedények. A válogatott termékeket Mezőkovácsházán újrahasznosítják.